sorozatban harmadik győzelmét aratta az MB2-es bajnokságban a Békés Csaba 1912 előre labdarúgó csapata, miután 2-1-re győzött a Dorog otthonában szerdán. A fehérmezes csabai együttes a 23. percben szerezte meg a vezetést a 18 esztendős Máris Dominik góljával. A Dorog 4 perccel később Hegedűs Ádám révén 11-esből egyenlített. Bojer Gábor együttese a 73. percben szerezte meg a győztes gólt, Vicián Ádám szintén büntetőből talált a kapuba. A Békés Csaba továbbra is a 6. helyen áll a másodosztályú bajnokságban.